Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban, hogy minden szerdán, már egy éven keresztül, akkor ma is lesz a Kérdezd a Rabit, fel lehet tenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. Lassan már teljes év, hogy fajnak ezek a programok. Ugye körülbelül egy évvel ezelőtt volt a nagy karantén, és akkor kezdődött ezek az órák. Tegnap már a 270. napi tanítást küldtem ki, a WhatsApp alapú tanítás, még 3-4 nap múlva már egy teljes év lesz. Szóval sok minden történt most ez az év alatt. Hát remélem, hogy innentől kezdve már csak jobb lesz. Első kérdés, Hanna felteszi, a 9-es számnak van valami mitikus jelentése. A zsidóságban, ha valamelyik szám jelent valamit, a 7-es szám az a természet, a világrendje az egy hét alatt, a 8-as szám az természet fölötti, a körülmetéle is a 8. napon történik. 9-es szám, ugye hát van ez az ének, ki tudja mi az egy, Echad mi odea, és ott a 9-es az a terhességnek a 9 hónapja, nincs ennek mitikus jelentése, legalább a legjobb tudtam szerint. Attila kérdezi, milyen törvény írja elő a zsidóságnak a fejfedő, sapka, kalap viselését. Az előírás az, hogy akárhol megyünk, akkor a férfinak kellett legyen valami fejfedője, és teljesen mindegy, a sapka, kalap, paróka a férfinak, vagy akármi más, a lényeg, hogy legyen egy fejfedője. Izraelben van bársonkipa, fekete bársonkipa, van kötött kipa, aztán vannak a kötött kipásoknak vannak színek, külföldön nem nagyon van ennek jelentősége, hogy ilyen vagy olyan. Izraelben a charédi az visel fekete kipát, a vallásos cionisták használnak kötött kipát, külföldön nincsenek jelentősége. A lényeg az, hogy legyen az embernek fejfedő, ezzel tiszteletet mutat az Isten előtt, hogy figyelembe veszi Isten jelenlétét. Ezért visel fejfedőt, nem csak ima alatt, de ima alatt, vagy amikor áldást mondok, akkor még inkább kell fejfedőt viselni, mert Isten nevet nem szabad kimondani nélküle. Tamás, az idén Peszach első napján hogy lesz majd a Salesides? Ó, Tamás, gratulálok, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, annyira, hogy nincs erre igazi válasz. Nincs erre jó válasz. Miért? A Salesides, ez azt jelenti, a szombatnak a harmadik étkezése,
Ez általában szombat délután, mincha délutáni ima után van. Ideális, hogy ez kenyerrel legyen. De idén a Pesach kezdődik szombat este, úgy, hogy szombat délelőtt valamikor ilyen körülbelül 10 órakor már nem lehet fogyasztani hamecot, kenyeret, akkor már nem lehet csinálni salesídesz ezután. Erre a nem ideális megoldás az, hogy délután csinálunk salesídesz, de akkor nem kenyerrel, hanem zöldséggel vagy gyümölcsel, valamit eszünk. Az elterjedt megoldás az, hogy korán imádkozunk reggel, és vasalunk, kezet mosunk az étkezést, bencsolunk, várunk egy kis időt, aztán újra vasalunk, kezet mosunk, és újra eszünk kenyeret, ami azt jelenti, hogy a reggel, a délelőtt folyamán két étkezés van. De ez még, az még egy kisebb probléma. Nagyobb probléma az, hogy kellett maradjon kenyer a lakásban, de utána, körülbelül 10 óra után már el kell tüntetni, nem lehet elégetni, nem lehet kivéni az utcára, mert szombaton nem kivéni az utcára, mert azt jelenti, hogy minimális mennyiség kenyeret hagyunk, csak megesszünk, és ha megmarad mégis egy kis darabot, lehúzzuk azt a WC-be. Chaim. Hopp, nincs kérdés itt. Nézzük meg tovább. Máté, az Eszter könyvét lehet-e közvetlenül magyar fordítással felolvasni, mint a Szikron tolmácsok? Nem lehet, mert az Eszter könyvet a tekercsből fel kell olvasni. Elvileg, ha valaki írna a tekercset magyarul, akkor annak van talán lehetősége, de erre több feltétele van, ugye nem nagyon praktikus. Annál is inkább, mert vannak bizonyos szavak, aminek a fordítása kicsit bizonytalan. Ahasdarpanim is mindenféle ilyen hierarchiában, a parász is madály, a perzsa hierarchiában mit jelent pontosan. Ezért nem nagyon fog menni az a magyar nyelvű Eszter tekercsnek az írását, fejből pedig nem lehet felolvasni, mert akkor az nem a könyvből van felolvasva. Szóval az nem fog menni. Máténak a további kérdése, miért nincs Hallel Purimkor? Ugye minden ünnepkor mondok el a Hallelt, a hálaimat, az a Zsoltárak 110-valahányadik fejezettől kezdve, Púrimkor nincs. Erre az a válasz van a Talmudban, hogy az Eszter könyvenek a felolvasása, amiben elmondjuk az egész csodát, ez maga a hálaima. Erre felmerül a kérdés, hogy hirtelen tudom, mi a válasz erre, hogy ha valaki olyan helyzet van, a lakatlan szigeten van, nincs nála Eszter könyve, és mivel nem fogja felolvasni az Eszter könyvet, akkor talán mégis kellene mondani neki Hallelt. Most hirtelen nem tudom, mi a válasz a kérdésre, jól emlékszem. Egyébként sok olyan téma van, amire emlékszem, a tanultam, és emlékszem a kérdésre, nem mindig emlékszem a válaszra. Nézzük meg, milyen más kérdések vannak. Máté, megint mikor lehet a szombati parancsolatokat megszegni? Hát mikor? A zsidó soha nem szegi meg a szombatot, csak akkor, ha életveszélyes. Életveszélyes azt jelenti, most itt van egy életveszély. Valaki rosszul van, maga az ember, aki szeretne megszegni a szombatot, vagy valaki más, aki szeretne segíteni neki, akar szabad a szombatot megszegni. Szülésre, a nőnek szülnie kell, akkor az is egy életveszélynek számít, szabad megszegni a szombatot. Sajnos, amikor a Mendel fiam beteg volt 2009 végétől, és 10 éven keresztül ugye kezeltünk őt, többször kellett megszegni a szombatot, kellett bemenni a kórházban, vagy ilyesmi, és az természetesen
Azt én minden további nélkül csináltam, mert ez egy micva. Életet menteni, ez egy micva. Sőt, a Lubavitcher ebből idézi azt a gondolatot, ami felmerül, a bizonyos kommentátorok mondják, hogy amikor megszegjük a szombatot életmentés miatt, az nem jelenti az, hogy a szombat helyett teljesítettük egy másik micvát, hanem ez egy másik formája a szombat tartásnak. Azt úgy kell tartani a szombatot valamikor, az életet kell menteni. Ez még egy formája a szombatnak. Ezért én minden további nélkül csináltam, nem hezitáltam. De az érdekes volt, hogy amit kellett a fiamnak miatt, azt megtettem, de utána rögtön már abba kellett hagyni. Például felvittem a fiamat a 10. emeletre, mert az volt a gyerek onkológia. Aztán kértek tőlem, menjek le aláírni ugye a pénzügyi vállalást. Erre azt mondtam neki két dolgot. Először nem tudom aláírni most szombaton, és kérem, hogy várják meg szombat estét. Illetve, ha lemegyek, az nem problém, de vissza feljönni 10 emeletet gyalog, az egy kicsit nehéz. Azt mondja nekem az orvos, előbb jött el liftel. Mondom, előbb szabad volt, mert felhoztam a fiamat. Most, amikor megyek le, akkor a fiam nincs velem, akkor ez nem szabad. Szóval életmentés és életmentés céljából szabad megszegni a szombatot rajta kívül, ezen kívül soha. Chaim, kitavó heti szakasz. Állíts magadnak nagy köveket, és messzeld be, írd ennek a tannak minden szavát. Ez mit jelent? Van valahol egy ilyen messzelt kőrakás, mészel és felirattal? Volt, ma már nincs. Mert az évek során ez már 3000 év alatt az eltűnt, de volt ilyen, de van ennek nyoma, van annak a helynek. Épp nem régen olvastam egy könyvet, ahol ezeket a történelmi helyeket, a bibliai helyeket nézi, vizsgálja a mai ismert helyekkel, és próbálja olvasni úgy, az ember ott van és látja, és akkor így jobban lehet érteni a szöveget. Akkor itt is van, el is veszem. Ez az a könyv. Nagyon-nagyon érdekes, mert sok mindent, amit a kommentátorok nem is magyaráztak, de az ember ott van, látja a helyet, akkor jobban érti a szöveget. Attila. A Talmud vagy a Tóra írja elő a fejfedő viselést, hogy ez egy hagyomány. A Talmud előírja a fejfedő viselést, de maga az a gondolat, hogy mivel mutatjuk tiszteletet, azzal, hogy leveszünk a kalapot, vagy a fejfedőt, vagy felveszünk, ezt a Tórából vezetjük le. Épp a múlt heti szakaszban a Tóra előírja, hogy a kohenak, a papok, a Kohen Gadol, a főpap is a szentében milyen ruhát viselnek. Az egyik ruha az a sapka, ami azt mutatja, hogy a kohénak mindenképpen a szentélyben menni kell sapkában. Ez innen tudjuk az, hogy nem azzal mutatjuk tiszteletet, ha leveszünk a kalapot, a fejfedőt, hanem az alatt felveszünk. És mivel Isten mindig jelen van, akkor mindig viselünk fejfedőt. Ján, a magyarul elmondott ima egyenértékű a héberül elmondattal, például Smá, egyenértékű abban a szempontból, ha valaki nem tud olvasni héberül, olvasson el magyarul, mondjon el. Ugye többször mondom, ezt olvasni, ez nem csak azt jelenti, hogy az ember nézi a szemmel, ahogy az ember olvas egy könyvet vagy egy újságot, hanem olvasni, amit el kell olvasni, az imád vagy ilyesmi, akkor hanggal el kell mondani. Smá, Iszrael, Hashem, Elokeinu, Hashem, nem. Nem elég nézni, és nem elég azt mondani. Az ember csak a szájával csinál, de nincs hangja. Ezért az ember nem tudja héberül olvasni, olvasni el magyarul.
és ezzel elegetett a micvának, az előírásnak, de tökéletesebb, ha az ember olvassa héberül. Egyenértek abból a szempontból, hogy lehet vele teljesen teljesíteni a parancsolatot, de jobb a héber. Abból a szempontból is, hogy közösség, a közösségi ima, az előimádkozó soha nem mondja el magyarul, mert az előimádkozó azt a közösséget képviseli, és a közösség, a zsidó közösségnek a nyelv az mindig a héber. A magánember, aki ott van a zsinagógában, nincs akadály, ha nem tud olvasni héberül, de a közösség, vagyis az előimádkozó mindenképpen héberül fogja olvasni. András, amielőtt Mózes lemegy a Sinai hegyről, már az örökkévaló mondta Mózesnak, hogy a nép rossz irányba ment. Miért hozta a kőtáblák, és nem hagyta ott fent? Ez egy nagyon jó kérdés, és múlt héten az egyik napi tanítással foglalkoztam ezzel a témával, idéztem a Midrást. Egyébként, ha még egyszer itt a hirdetésnek a helye, hogy minden nap kiküldöm egy ilyen 3 perces tanítást WhatsAppon. Ha valaki nem használja WhatsAppot, akkor ezt mindig meg lehet nézni a baruch.tfilin.hu címen, ott a Chaim barátunk minden nap felrakja, és ott lehet követni. Ha valaki használja a WhatsAppot és nem kapja a napi tanításokat, írja nekem egy e-mailt, napitanitás@zsidó.com, írja meg, hogy szeretne kapni, és akkor majd felrakom a listára. Mindenképpen azzal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és a Midrás azt mondja, hogy Mózes ezzel azt akarta tanítani az embereknek, mintha az Istenek nem hitte el a pletykát, és csak akkor elhitte, amikor a saját szemével látta. Borgó, ha egy Bédin elfogadta valakinek a betérését, egy másik Bédin azt megsemmisítheti? Ez egy nagyon általános kérdés, minden esetet külön meg kell vizsgálni. Például az első Bédin úgy fogadta el, hogy nem figyelt oda a részletekre. Hogy az első Bédin nem valódi Bédin, nem maga a rabik, nem ortodox rabik, nem vallásos rabik. Szóval ez több részlettől függ. És az is a kérdés, hogy a második Bézdin milyen címszóval akarja megsemmisíteni. Milyen címszóval megtámadja a betegség. A megsemmisítés ez nem a biztos, hogy a helyes szó, hanem megtámadni annak az eljárást, hogy nem volt helyes. Például, ha valaki betér és kiderül, hogy nem volt szándéka tartani a micvákat, akkor könnyen lehet megtámadni a betérést, ha be lehet bizonyítani, hogy ő nem gondolt erre komolyan. Alice, Vajakél hajlék építése, kudeheti szakaszámadással foglalkozik, fejedelmek is vittek adományt. Mózes miért emelte ki Becalelt úri fiat, miért tartotta fontosnak ezt kiemelni? Becalel volt a főmérnök. Ez benne van a Tórában, Becalel volt a főmérnök az egész építésnek. Szóval mindenki részt vett avval, hogy mindenki hozott adományt, de valakinek végezni kellett a munkát is, ez szaktudás is kellett. És Becalel szaktudás és mindennel rendelkezett, hogy a Biblia részletesen leírja, és ezért külön ki van emelve az ő nevét. Ő volt ugye mindig van egy ilyen tábla, ahol új házat építenek, hogy a cég neve, és igazgató, főmérnök, stb. A István. Én a saját konzervatív ízlésem szerint a zsinagógában mindig öltönben, fehér ingben, nyakkendővel megyek, mert így fejezem ki tiszteletemet az örökkévaló a rabbi, a közösség és persze a hely iránt. De mi a tényleges elvárás? Változott az ókor óta.
Muszáj mondanom, István, a teljesen igazad van, hogy ez a helyes viselés, hogy az ember eljön a zsinagógába szépen öltözve. Szombaton mindenképpen illik szépen öltözve jönni a zsinagógában. Hétköznapban nem mindenkinek ez megvalósítható azért, mert ima után már is megy munkában. De elvileg a Sohanáruh szerint az embernek úgy kell menni felöltözve imakor, mint ha elmenne egy fontos tárgyalásra. Ez a helyes. Szóval teljesen igazad van, hogy de nem a rabbi miatt kell, hanem a zsinagóga az Isten miatt kell ez a szép öltözés. Egyébként István, köszönetet szeretnék mondani, István ma reggel jött a zsinagógában megerősíteni a minyent, hogy mindenképpen meglegyen a minimum létszáma 10. Köszönöm szépen. És tényleg szépen nyakendővel volt öltözve. Gratulálok. Máté, ha valaki távol lakik a zsinagógától, hogy menjen zsinagógába? Hétköznapon természetesen nem kérdés, mehet kocsival, gyalog, metróval, stb. Szombaton gyalogolni kell. A városon belül akár mennyit lehet gyalogolni. Ha annyira messze van, hogy több órán keresztül kellene gyalogolni, akkor ez tényleg problémás. Erre van két megoldás. Addig, ameddig nem költözik oda a zsinagóga mellett, addigra kellett ilyen szombati megoldást találni, egy barátnál, valakinél megszállni ugye péntek este, és így legalább ott tud lenni a zsinagógába. Mert a zsinagóga, a közösségi ima, az egy nagyon-nagyon fontos része a zsidóságnak. Ha nem lehet megoldani, nem tudom pontosan miért, de mondjuk van egy ilyen helyzet, akkor természetesen otthon kell maradni, mert utazni szombaton nem szabad. Ferenc, a félelem érzés ellen tud tanácsot adni, ha tud, köszönöm. Megint ez egy nagyon általános kérdés, az mit jelent a félelem érzés ellen, de egy dolog, ami nagyon fontos, hogy az ember mindig szem előtt tartson azt, hogy Isten kezében van, Isten irányít mindent, Isten től függ minden, és az ember imádkozik, kér Istentől segítséget, kér az Istentől, hogy ne legyen baj, ezzel meg tudja erősíteni magát. Még abban az esetben is, ha valami rossz dolog történik vele, akkor is a zsidóságban szoktunk ezt elfogadni szó nélkül. Például a klasszikus példája erre az, amikor temetéskor a gyászoló család elmond egy imát, Dayan Haim, Baruch Atah Hashem, stb. Dayan Haim, mert ez igaz bíró. Azt erre is mondunk, áldás, elfogadjuk, de mindig bízunk benne, hogy az Isten segít nekünk, és ezért nem kell félni. Nekem volt egy, nem volt, van egy barátom, aki mindig úgy szokta mondani, aggódni és félni, az nagyon sok esetben fölösleges. Akkor érdemes aggódni és félni, hogy az ember tud rajta segíteni. Például az ember fél attól, jaj, kisgyerekek vannak a házban, ki fognak esni az ablakból, akkor nagyon fontos, hogy féljen, és emiatt gyorsan szólni fog, hozni fog egy mester embert, aki fog egy ilyen rácsat tenni az ablakra. De az ember nem tud segíteni, akkor a barátom is, akkor minek aggódni? Jó, ez nem mindenki tudja ezt megvalósítani, de ez a barátom nagyon jól tudta csinálni. Ha nem tudok segíteni, akkor passzív vagyok. Mindjárt passzív? Remélem, hogy minden jó lesz, de hát én már nem tudok segíteni rajta. András, 3 típus büntetés volt, akinek aktívabban szerepeltek az aranyborjú bűn. Karddal, járvány és az hidrokon.
Rási írja, hogy minden következő büntetés egy része van az aranyborjú bűn. Ez nagyon helyes. A kérdés nagyon jó. Csak azt kell tudni, hogy az, aki nem volt figyelmeztetve, és nem volt szándékos, ott nem lehetett szándékos tanúk, és megfigyelve akkor lehet megbüntetni. Más esetben, azt mond az Isten, akkor most nem helyben, ő majd fogja büntetni az idők során. A Liz, ehhez kapcsolódó kérdésem, lássattak, névileg szólított az örökké való Becalelt úri fiat Mózes ezzel, hogy te írt, ezzel, hogy leírta úttal a Hachma Bina Dát, innen számára Habatszó tulajdonság leszármazott tanításai. Igen, hát a Tóra Bint háromféle kifejezésben ész, értelem és tudás, körülbelül így szoktak ezt fordítani. Igen, a Chabad az ennek a rövidítés, ez egy mozaik szó a Chabad, Chochma Bina Dát, ész, értelem és tudás. Mi a Peszach előtti macesz fogyasztás tilalmának mélyebb magyarázata? Nagyon egyszerű, a Peszach előtt nem fogyasztunk macesz, sokan az Peszach előtt két héttel, ami azt jelenti, azt hiszem szombattól, vagy vasárnaptól lesz a két hét. Nem, vasárnaptól lesz a két hét, de a haszid szokás az a 30 nappal Peszach előtt, azt jelenti már Púrimtól, azt jelenti február 26-ától. Nem fogyasztunk azért, hogy egy új étel legyen külön kedvel, és fogyasztan az ember a macesz. A macesz ne legyen egy ilyen régi étel, hanem legyen annak szokatlan, az is hozzáad az embernek a étvágyhoz. Hú, milyen régen ettem egy macesz, ezért nem eszünk korábban. Peszach előtti napon, vagyis szombaton idén, két hét múlva szombaton, akkor már tilos. Az nem szokás kérdés, hanem az tilos, mert már csak a mica kereten belül szabad akkor már fogyasztani a maceszt. Nagyon köszönöm, Chaim, hogy leírtad, itt van a címe a baruchtfilin.hu, itt van a napi tanítás, a korábbi 270 tanítás is itt található, és minden este szokott ide felkerülni az új napi tanítás. Szóval akinek nincs WhatsAppja, akkor innen tudja követni. További kérdés, hányféle eljegyzés kapcsolódik Peszach ünnepehez, és mi ezeknek a jelentősége? Nem tudom, mit jelent ez a hányféle eljegyzés. Nem értem a kérdést, elnézést. További kérdés, a széder folyamán két pohár bort iszunk, ebből kidús az első az áldás, minden résztvevő elmondja. De nőknek nem kötelező, helyettük a széder vezetője is, rabbi megteheti ez virtuálisan, és húha! Először az a fogalom, hogy széder virtuális, ez nem létező fogalom, mert virtuálisan, aki használja a számítógépet, vagy okos telefont ünnepkor, megszegte az ünnepet. Ezért a virtuális széder nem létező fogalom. Isten segítségével lesz nekünk egy demo széder, egy bemutató széder, nem most vasárnap, hanem a rákövetkező vasárnap, azt jelenti, hogy március 21-e a vasárnap esti előadás lesz egy ilyen demo széder, lépésről lépésre le fogom vezetni a széder, pont azért, hogy szombat este, 27-en este tudja mindenki levezetni a szédet egyedül. Virtuális széder ez egy szombat vagy ünnepszegésnek számít. Másik dolog, hogy a széder este akár férfiak, akár nőknek ugyanúgy kötelező mind a négy pohárból, nincs különbség itt férfi és nő között, mert a nők ugyanígy részesültek az egyiptomi kivándorlásban, mint a férfiak. Az, hogy egy valaki elmondja az áldást mindenki, például aki levezeti a szédet,
A Sulchan Árakban van egy ilyen említés, de a gyakorlatban ezt én nem láttam, hanem az, hogy mindenki elmondja a egész Hagádát, beleértve a kiddus, beleértve minden áldást a borra. Chaim, mit jelent a macesz formája, mérete? Macesz formája és mérete nem jelent semmit. Ez így nagyon ilyen tömören fogalmazva. Értelem szerint a szögletes macesz az akkor jött létre, amikor géppel kezdtek csinálni, mert géppel kezdtek csinálni, akkor az így nagyon szépnek nézett ki. Az emberek szemében ez még ilyen tökéletesnek tűnt, hú, nézd meg, milyen szögletes, tökéletes. Amikor kézzel csináljunk, nem tudunk szögletest csinálni, ezért van a kerek. Majd talán valamelyik következő napon fogom ide linkelni egy hosszabb tanulmányt, amit írtam a macesről, a macesz történelméről és kialakulásáról, a formájáról beszélünk, hogy száraz kenyér, stb. Macesznak a törvénye egyetlen nem lehet kovászos. De lehet vastagabb, lehet vékonabb, lehet puhább, ilyen pitaféle, akkor ide fogok linkelni egy ilyen cikket, valahol a zsidókomon mindenképpen ott lesz. Sokat dolgoztam vele, és örülök is, hogy ezt feldolgoztam, mert senki nem írta le így. Egy hosszú héber nyelvű tanulmányban megírtam és megjelentettem, utána magyarul is egy kicsit tömerebb, és arra vagyok nagyon büszke, hogy többen már plagizáltak ezt a tanulmányt, átvették belőle nagyobb részt, ebből azt láttam, hogy érdemes volt dolgozni. István, mit tegyen a rabbi, a zsinagógát felkeresi egy rosszul öltözött, piszkos, hajléktalan? Hogy lehet eleget tenni a humanizmus és a biztonsági szempontok közötti ellentmondása? Nem, a biztonsági szó, nem tudom, a hajléktalan ugyanolyan biztonságos lehet, mint egy szépen öltözött. Piszkos, az természetesen, hát ezt sajnálni kell, ami azt jelenti, a zsinagógában, hogy beszéltünk előbb, illik mindig szépen lenni felöltözve, hétköznapon elfogadott a gyakorlatban, hogy az ember ilyen hétköznapi ruhába jön. Ha jön egy hajléktalan, akkor nagyon kell örülni, mert mindenkinek a helye a zsinagógában. Szóval ezért nincs itt kérdés. Az egy hajléktalan, azért akkor is ugyanígy kell őt örömmel fogadni a zsinagógában. Természetesen a zsinagógában elsősorban a zsidóknak szól, hogy zsidók jöjjenek oda imádkozni, de nem ez, volt a, nem ez a kérdés, mert a hajléktalan is ugyanígy lehet zsidó. Chava jelentkezett Floridából, jó napot kívánok. Máté, ha felajánlanak egy COVID elleni vakcinát, kötelező elfogadni? A válasz, hogy igen. A Tóra kötelez minket, hogy éljünk. Élni az is kötelező nekünk. Az öngyilkosság, az tilos, élni az kötelező, mindent meg kell tenni, hogy egészségesek legyünk, és más jó lehetőség most a COVID alatt nincs jobb lehetőség, mint a vakcina, szóval el kell fogadni, és örülni kell annak, hogy az Isten megadta a lehetőséget, megteremtett olyan annyi sok okos embert, és jó irányba irányította őket, hogy jöjjenek rá a vakcina részleteire, és boldog kell lenni, hogyha a mezeme megkapta, és akkor a veszélyen Isten segítségével túl van. Nézzük meg, milyen már.
más kérdés. A pálinkára milyen kósersági szabályok vonatkoznak? Hannának a kérdése. A pálinkára, ha tiszta pálinka, nincs semmiféle adalékanyag, akkor elvileg a pálinka kóser. Ha valami adalékanyag kerül hozzá, akkor már kérdéses a dolog. Szóval a pálinka az nem egy bonolult kósersági termék, ez elég egyszerű kósersági termék. Azt hiszem, hogy most már EU előírásod a pálinka teljesen tiszta kellett legyen, és nem egy keverés. Azt jelenti, ha gyümölcs pálinka, akkor tényleg 100% gyümölcs kellett legyen. Így elvileg, ha nem tettek hozzá mást, akkor nem, akkor kérdés. Pesachra az már kérdéses a kósere, mert általában a pálinkához szoktak élesztőt használni, az élesztő az pedig kovászos, és nem kóser Pészákra. Imre, a harmadik templom fából, kőből, vasból lesz. A harmadik jeruzsálemi szentélynek a felépítése ugyanazok a törvények vonatkozik, mint a első kettőre, hogy fát nem lehet használni, hanem inkább kő. Ennek a formája le van írva Ezékiel könyvében, azt hiszem az elején, de ott nem mindent tudunk jól értelmezni. Erre mondja Maimonides, hogy majd a Mesiás el fog jönni, és akkor már lesznek a nagy mesterek, akik ezt el fognak magyarázni nekünk. Erika, miért nem Mózes fiai lettek kijelölve a papi feladatokra? Miért Áron és fiai? Mózes fiaival mi történt? Most azt kell tudni, hogy törzsek van a zsidó népben. A törzsek az a Jákobnak a 12 gyerekéből lettek a törzsek. A harmadik gyerek az Lévi volt, és ez a törzs lett a kiválasztott törzs. Ők lettek a lévik. A lévik, ők szolgálnak a szentében. Például ők az őrök, ők azok, akik kísérnek az áldozatokat énekléssel, hangszerrel, stb. Ezen belül az öreké való kijelölte Áront, és fiai, ők legyenek a Kohenek, a papok, akik nem csak a szentély, ben működnek, hanem ők maguk, akik az oltáron teszik a szolgálatot. Azt jelenti, hiába testvérek voltak, Mózes maradt Lévi, Áronnal pedig kezdődött a Lévi törzsön belül egy külön ágazat, ez pedig a papok, a kohenek lettek. A Midrás szerint, hogy eredetileg Mózes lett volna a kohen, és Áron maradt volna a Lévi, de mivel Mózes 3 napon keresztül ott vitatkozott az örökkévalóval, hogy nem akart menni Egyiptomba, küldjön valaki más, azt mondta neki, az örökkéval rendben van, de akkor most lefokoztam téged, te nem leszel Kohen, te maradni fogsz Lévi, és a testvér Áron lesz a Kohen. Mi lett Mózesnak a gyerekeivel? Jó zsidók voltak, de nem voltak Mózesnak a szintjén, ezért nem ők lettek Mózesnak az utódjai, hanem Jósua Mózesnak a tanítványa lett Mózesnak az utódja. Máté, Ézsaiás vagy Jesája mondása, hogy az én házam minden nemzet imaháza, más vallásúak is jöjjenek. A jeruzsálemi szentében nem csak zsidók hoztak oda áldozatok, hanem ha nem zsidó jött, akkor ugyanúgy tudott felajánlani áldozatot az oltára, és a Kohen átvette, és bemutatta ugyanúgy, hogy csinálja mindenki másnak. Igen, hogy az én minden nemzet imaháza, az szó szerint igaz, hogy nem zsidók is tudnak ott
áldozatot hozni, de természetesen úgy, ahogy a zsidók, csak a Kohenon keresztül. Chaim, miért kell balra dobó tölni a bort inni Pesachon? Ez azért van, mert ebből mutatjuk a szabadságot. Ezt a bölcsek a római arisztokráciától vették át, ahol ilyen balra fekve szoktak étkezni. És azt mondtak a bölcsek, hogy itt van egy fizikai lehetőség mutatni a szabadságot, szabad emberek vagyunk, akkor vegyük át ezt a szokást. Gyakorlatban mi nem vagyunk olyan szigorúak, mint a... Azért nem olyan szigorúan tesszük ezt, mint a római urak, akik tényleg egy ágyban, lényegében nem egy széken, hanem egy ágyban teljesen feküdtek. Elég furcsa, de mindig szoktam mondani, hogy én nagyon sajnálom őket, hogy levest itt kellett enni. De mindenképpen ez volt egy ilyen arisztokrácia, nagy emberek, szabad emberek, és ezt a bölcsek átvettek ezt a szokást. Az ajánlatos, hogy az ember ne csak így csinálja, mert ez semmi, hanem egy kicsit ilyen kényelmesen oldalra dőlve, úgy, hogy van itt mint a karosszék, és akkor tényleg nem csak úgy csinálja, mint egy kicsit dől. Emlékszem, hogy Brooklynban volt a Hatázi rabbi, az utolsó Hatázi rabbi itt, mielőtt kiment New Yorkba, talán már nem volt Hatázi rabbi, ő igyekezett egy kicsit jobban, ilyen, tényleg egy ilyen kis ágyat valahogy oda tenni az asztalhoz, és egy kicsit fekve teljesíteni a mitzvot, de ez a kivétel. Másokról nem tudom, akik itt tényleg, ahogy a rómiak csináltak. István, mi a szabály arra az esetre, ha nem jön össze a minnyán, de a jelenlévők szeretnének együtt imádkozni? Most, ha 9 ember együtt van a zsinagógában, akkor az imának a 95%-at el lehet mondani, de ez mind 9 magánember. Ha megjön a tizedik, akkor már nem 10 magánember van itt, hanem egy közösségként működik most már, és innentől kezdve már lehet mondani közösségi imát, például kadist, vagy amide ismétlés, stb. Ha nem jön össze a 10, és csak 9 vagy kevésebb, akkor nincs mit csinálni, ez csak magánember. A Talmud azt mondja, hogy a közösségi imát sokkal inkább meghallgatásra kerül, mint a magánember. A magánember, akkor azt mondjuk, ki ez az ember, aki annyit követel? Ki az? Tényleg olyan jó ember? De amikor közösség van, akkor ez egy új entitás, akkor nem lehet mondani, ki ez a közösség, mert a közösségnek nincs történelme. A közösség most összeállt, és akkor mind a magánember az idő, mintha eltűnik, és új entitásba kerül, és így a közösségi ima az inkább el van fogadatva. És kádis is tudunk mondani, és a többi, ezért igyekszünk minden reggel, hogy meglegyen a minnyán, és eddig még sikerült, hál' Istennek. Máté, miben különbözik például a peszachi bor a többitől? A peszachi bor nem különbözik, csak abban, hogy jobban odafigyeltek, hogy tényleg tiszta bor legyen, ne keveredjen bele egy kis morzsa, vagy ilyesmi. Ugye például lehet úgy gyártani a bort, hogy közben az ember egyik kezében tartja a szendvicset, mert nagyon éhes, és közben ott csinálja a dolgokat, az így nem jó. Amikor bort gyártunk, és általában úgy gyártunk a bort egész évben, hogy mindig, amikor gyártunk bort, azt gondolunk a Pesachra, akkor figyelünk, hogy szendvics vagy ilyesmi ne legyen az ember kezében, stb. És ettől lesz kóser Pesachra. András, a pálinka szó csak a gyümölcsből készültre vonatkozhat, csak akkor lehet ezt a szót használni. Igen,
A karában azt hiszem, hogy elég volt 20 vagy 30% gyümölcs, és a többi az nem tudom, mit tettek hozzá. Emlékszem, egyszer voltam egy ilyen a cvaknál, és akkor magyaráztak, hogy most egy újabb EU-s előírás van, mert eddig ez csak 20-30% volt őszi barack, és a többi az nem tudom miből volt, most már végig kellett legyen őszi barack, ezért sokkal drágább. Lehet, hogy alkoholt tettek hozzá, vagy nem tudom pontosan mit. András, napraforgó olaj lehet használni Pesachra. Két vélemény van erről, hogy a napraforgó olaj, mivel azt nem lehet, az nem egy ehető növény, ezért az nem megy bele a kitniót hüvelyesek tilalmában. Két vélemény van erről. Valami korábbi kötetben, tudom már, a holokoszt kötetemben ott van egy hosszabb cikk, és idéztem a különböző vélemények a magyar rabbi között is, hogy használható, vagy nem. De mivel a Pesach az csak 8 napig tart, ezért ki lehet bírni, ha a szigorúbb véleményt követjük. További kérdés az Andristól. Libun lehetőség a Mikva udvarban lesz ebben az évben? Húha, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, erre nem tudok válaszolni, mert nem én szoktam ezt megszervezni, de az igazság nem libun szokatott lenni. A libun azt jelenti, ha valamit kiégetjük. Például a sütőt, ha szeretnénk használni Pesachra, ki kell égetni ilyen élő tűzzel. Az a kiégetés, az a libun. Amit szokott lenni ott a mikve udvarában, az a hagala, a kaserolás forró vízben. Nem én szoktam azt szervezni, ezért nem tudom, hogy idén lesz-e, vagy nem. Chaim, hogy telik el egy rabbi, azaz te, egy napja ebben a járványos időben? Hánytól meddig tart? Mik az állandó fix dolgok, és mik az opcionális tevékenységek? Ez egy nagyon jó kérdés, mert általában azt kell bevallanom, hogy a napi munkám az nem lett kevésebb most a pandémia alatt, hanem több lett. Mert itt minden este van nekem ez a Facebookos előadás 7-től 8-ig, minden nap egy másik téma, de mindig kell készülni, szerdán kívül minden nap készülni kell, aztán mindig tanulni kell, minden reggel, ugye reggel 7-től 8-ig, akkor a zsinagógában az egy fix, megint egy fix tanulás, a napi Talmud egy lap, valaki itt van, valaki Zoom-on keresztül Izraelből vesz részt, a napi ima, a reggeli ima, az 8-kor a vasvárban, az megint egy fix dolog. Napközben tanulás, munka, zsidósági igazolások, vagy más ilyen rabinikus igazolások, cikkeket írek. Most épp az óra előtt egy peszachi kérdéssel foglalkoztam, azt írtam ezt a következő Good Shabbos-ban, hogy mit kell tenni abban az esetben, hogy az én otthonomban nem mindenki tartja a Pesachot. Akkor lehet-e maradni ilyen lakásban, ahol van hamec fagyasztva, vagy nem? Az egy halachikus kérdés, azt most épp most az óra előtt leadtam. És még ezzel más dolog, épp a napokban egy héber tanulmányt le kell adnom. Remélem, egy hónap vagy hónap után befejezek vele. És a legfontosabb az, hogy egészségesek legyünk, aggódok állandóan az emberekért. Előbb elmondtam, vakcina az egy nagyon fontos dolog, ez megerősít minket. És hálás kell lenni az örökkévalónak, hogy megadta nekünk a gyógyszert és a megelőzési lehetőséget. Ha valami más konkrétra gondoltál, akkor a kérdéssel, akkor írjál. Húha,
Aliz, muszáj lesz most átmenni rajta, mert nagyon hosszút írtál. Hanna, tudna mesélni a nánah mozgalomról? Nemrég hallottam róluk, és nagyon tetszik vidámságuk, de nagyon keves információ van róluk az interneten is. A nánah az, ezek a breszlavi haszidok, saját stílusuk van, én nem tudok azonosulni ezzel a stílussal. Rosasánakor neki mindig a Umánba utaznak, Umán az Kijevtől talán 1 óra, vagy 2 óra, már nem emlékszem, azt hiszem 1 óra, mindenképpen ott a breszlavi rebbe, Rabbi Nachman, az a Baal Shem Tov, ugye Baal Shem Tov az, aki alapította a haszidizmus, a Baal Shem Tovnak a dédunokája volt. A breszlavi haszidoknak nem volt, a breszlavi rebbének, Rabbi Nachmannak nem volt utódja, úgy, hogy ő mindig megmaradt a breszlavi rebbe, és ide a breszlaviak az nem egy mozgalom, hanem nincs egy rebbe, akkor nincs, ami összetartja őket. Pár dolgot mondtam róluk. Borgó, széder vacsorán láttam egyszer kólát. Az kóser dolog. Az izraeli kóla, az kóser Pészákra. A külföldi kóla, az nem kóser Pészákra. Miért? Mert az izraeli kólát az úgy gyártanak, hogy az édesség, az cukor. Cukort lehet használni szombaton. New Yorkban is, körülbelül Purimtól már megjelenik a Coca-Cola, és rá van írva kosher for Passover, mert cukrot használnak. Évközben nem használnak a cukrot, mert a cukor az drágább. Inkább használnak mindenféle olyan dolog, ami a hüvelyesekhez tartozik, és nem lehet szombaton, Pesachkor használni. Ezért a kérdés nagyon jó. Van, ahol a kóla kerül az asztalra, de az Izraelben gyártott kóla. A külföldi gyártott kólát nem lehet használni, ugyanígy nem lehet használni a Sprite-ot, Fantát, még akkor is, ha évközben használunk, mert ez nem kóser Pészákra. István, hogyan viszonyul a zsidó egyház, inkább kell használni a zsidóság, a két mecset jelenlétéhez a templomhegyen. Azok egy másik vallás szent helyei, de azon a helyen vannak, ahova a harmadik szentét kellene építeni. Kellene építeni, azt érdemes pontosítani, a Messiás, amikor el fog jönni, ő fogja felépíteni oda a harmadik szentét. Ezért ma nekünk nincs feladatunk ott építeni a szentét. Ezért praktikusan nincs dolgunk a templomhegyen, nekünk nem is szabad felmenni, mert aki tisztátalan, nem szabad felmenni, mi már jártunk temetőben és ilyesmi, ezért nem szabad nekünk felmenni a templomhegyre, nem is szabad nekünk oda menni felépíteni a szentét se. Ha eljön a Mesiás, megtisztulunk, akkor a Mesiás fogja irányítani a munkát, és fel lesz építve a harmadik szentét. Remélhetőleg, és biztos vagyok benne, hogy a Mesiás eljövetel után már mindenki örömmel fognak venni, ha ott épül a harmadik szentét, és akkor nem lesz ebből vita. Chaim, ennyi elfoglaltság mellett mikor van idő ilyen dolgokra, mint család, séta, sport, kikapcsolódás, gyönyörködés a teremtett világban, stb. Most a tanulás nekem az mindig kikapcsolódás, mert most nem dicsekedni, a semmitevés az nem kikapcsolódás, a semmitevés az nekem egy szenvedés. Élvezem a tanulást, és ez nem teher. A családra mindig igyekszem időt szakítani, feleségemnek, gyerekeknek, hál' Istennek most már unokák, igyekszem mindig időt szakítani nekik, de ugyanakkor lopom időt más dolgokból, tudjak még többet tanulni. Én úgy nőttem fel abban a
És ez az eredeti zsidóságnak a szelleme, hogy az embernek nincs szabad ideje. Mert ha nem kell dolgozni, stb. Stb., akkor ott van a tanulás. Szabad ideje nincs. Sport, lényegében testmozgás, vagy ilyesmi, erre van egy otthoni biciklim. Mióta covidos voltam, egy kicsit előtte, egy kicsit megálltam ezzel, mert a covid egy kicsit ilyen, covid miatt egy kicsit fáradtabb vagyok, ezért nem szeretném erőltetni, de közeljövőben újra szeretném ezt kezdeni. Máté, mi lett Dínával, Jákob lányával? Állítólag a Midrás azt mondja, hogy Simonnal házasodott. És leélte az életét ugyanúgy, hogy a 12 fiú testvére. Hanna, szóval ezért hívlak a breszlevieket a halott rebe zsidóinak, a halott haszidoknak szoktak őket hívni, igaz? Máté, széder este, mondjuk jövőre Jeruzsálembe, ezt a messiási korra mondjuk, igen. A jövő Jeruzsálembe nem arra azt jelenti, hogy most Isten segítségével a vizér újra fog repülni, és el fogunk menni Izraelbe, hanem itt a Jeruzsálembe, hanem itt az igazi spirituális Jeruzsálemre gondolunk, és a spirituális Jeruzsálem ott van a szentély, a vallás előtérben van, mindenki, ahogy Maimonides mondja, mindenki az Isten tanával foglalkozik, az a jövőre Jeruzsálem, de a jövőre nem azt jelenti, hogy egy év múlva, a jövőre az holnap is lehet, úgy, hogy jövőre már mindenképpen ott leszünk, de hát holnapi naptól. Mert ugye nekünk alap dolog, hogy várjunk a szentét, várjunk a mesiást, és várjunk a szentét, ugye minden zsidó visszamegy Izraelbe, átalakul a világ spirituálisan, mindenki ragaszkodik a vallási előírások, Isten szolgálathoz, és egy tökéletes világ lesz. Pont azért, mert mindenki érdekelve lesz, mindenkit érdekelni fog a túra tanulás és az Isten szolgálat, szóval a prioritások meg fognak változni, és az gyönyörű lesz. De így szoktunk befejezni a széder, lényegében az egyik befejezésnek a lényege. De sonno, és szoktunk ezt énekelni is. De sonno abba Bírusalájim, sonno abba Bírusalájim, sonno abba Bírusalájim, sonno abba Bírusalájim. Így szokta az apám énekelni. Na, köszönöm mindenkinek, hogy velünk volt, holnap este majd folytatjuk a heti szakaszhoz kapcsolódó egyik fontos kérdéssel, és aztán majd folytatjuk jövő héten, a hét minden napján, gyertek vissza. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nagyon örültem a sok kérdésnek, és remélem, hogy megfelelően válaszoltam. Jó éjszakát kívánok, köszönöm szépen!